Sziasztok! Ez a videó egy kihívás videó lesz, aminek a neve Próbálj meg nem nevetni. Ezt annak az alkalmából csináljuk, hogy 2 éves lett a csatornánk, és bár nem olyan rég volt kihívásos videónk, de nagyon viccesnek találtuk ezt, úgyhogy gondoltuk, hogy kipróbáljuk. Az lesz a lényege, hogy egy videót fogunk most megnézni a laptopon, ezt ti is látni fogjátok ennek a videónak a sarkában, hogy mi ez a vicces videó, és hát játszatok ti is velünk, igazából, hogyha ti is bírjátok nevetés nélkül, akkor írjátok meg kommentben, hogy hány másodpercig tartottatok ki. Igen, és amelyikünk veszt, annak majd lesz valami büntetése, amit a végén kitalálunk. Pontosan. Csináljuk úgy, hogy mosolyogni szabad, de amikor, jó nem, szétnyitni is szabad a szádat, szóval úgy nevetni, hogy mosolyogva, de némán. Hogyha már megszólalsz és úgy nevetsz, akkor az lesz is, jó? Jó. És számolni kell, hogy számoljuk, hogy hányszor neveted el magad, jó? Jó. Oké. Hajrá! Те, кто посмелее, соревнуется в ловкости. Например, перепрыгивают. Это ужасно! Не всех это получается. Это мы прибавили детям, 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 сварили кому-то так. Very, very strong West Coast in the mix, Northcote Park in the mix, and I think everyone's enjoying just how even and how good a league it is. Even de drie prachtige historische handelsteden in de IJsselwelde. Want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd. Seal Camper. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seal Camper? Het is de mooiste. Her victory speech, Kim asked her and her supporters to say a prayer for Gina Roberson for a stress-related illness. Kim says her and Gina will remain friends and work together in this Harrisburg community. For you today, Harrisburg, Dave Marcheski, 27 years. Jézusom, kifolytok, hogy énekel is. So,
Szóval, miután összeszámoltuk, Panni egy icipicivel többet nevetett, mint én, vagy többször majdnem nevetett, mint én igazából, nem tudom, hogy mit számítunk egy ilyen határnak, de a lényeg, hogy én találtam ki egy büntetést Panninak, és azt találtam ki neki, hogy a blogba be kell írni egy bejegyzést, ami nem más, mint egy nap a naplójából, tehát ki kell másolni egy random napot. Azt kiválasztatja, hogy melyik, de szerintem amikor naplót ír, akkor mindig valami izgit írhat bele, úgyhogy bármelyik napot, és nem húzhat ki semmit, és szó szerint egy napnak kell lennie a naplódban. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok erre, hogy Panninak mik vannak a naplójában, akkor a leírásban megtaláljátok a blogunknak a linkjét, és ott a bejegyzést. Valamint köszönjük, hogy két éven keresztül itt voltatok velünk, és néztetek minket, és reméljük, hogy továbbra is velünk tartotok, amennyire tudunk, milyen színesebb videókat készítünk, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok! Sziasztok!